Na be, gyerünk! Na valamit van a gyerekre, reggelig a... Na gyerünk a szemüvegen! Ó, Istenem! Itt vagyok, győzünk! Na végre! Sziasztok! Uram, mi? Uram! Isten! Te szórakozzatok, ma mi a van? Mi? Mori! Nem megyünk a verőmával. És mi van, győző? A Mori! Ha van légy, Mori! Tudod, hogy nézek? Ne szórakozzatok ma! Tudod, hogy nézel ki? Mikor nézem a külföldi filmeket, azt vannak benne azok a turista! Mori, mi? Gaspar Zsolt! Elveszek, kialok, így én! Úristen, győző, ez mit rakott? Mi van benne? Mi van benne? A cuccaim vannak benne. Hát nem voltam még nyugaton, nagyon készültem, mert azért is vettem fel ezt a havai inget, meg a szalma kalapot, hogy teljes mértékben udlansak, hogy én teljesen kint egy ilyen nagy turista vagyok, meg kiránduló ember vagyok. Nézzétek meg neki, az Isten maga készült. Nem Szesőrre megy. Jó, kezdődik, jó lesz. Hát ilyen valós nézésre megyünk, nem? Hát meg ezért nézzük meg, tudod, a Júlia és Júlia, itt van meg. Júlia és Júlia. Na. Itt van. Hát, hát, Mori! Ezt a nőcs is volt, minek tettem fejét? Ezt minek hoztad ezt a fejét? Hallgatom a rádiót. Hát, de hallgatom, hogy nincs a magyar rádiót. Na. Hát azt a csúnya, sáros gumicsizmat rátettem a kárra! Hát te azt mondta, csiess! Hát és Zsolti, nem hát azt kérdekem, megyek ott ki a erdőbe! A kisgyereknek a földrajz fényképet! Hát a gyerekeket lássam, a gyerekeket! Ha nem lesz, nincsenek velem a gyerekek! Most mit nevet? Hát ezek a macik mineket? Hát azok a rassz! Hát ez gyerekek! Azok a rassz! Ne szórakozzatok a győző! Jaj, de édes! Ezt minek tetted be? Hát azok a rassz! Itt van is, hadd iszom a kéteket! A csizmát hagyd! De nem hagyom, semmit nem hagyok itt! Mert itt van már kény! Hoztam a gatyalkot magammal! Micsoda! Nem a fürdő! Most mit nevet? Hát a hova mész? Így nevetek, ha bemegyek a tengerbe! Jaj, de csinos ez is! De csak megyek be adjan! Ez nem női bejáé. Maga a veronai utat, mint az utazást, ezt abszolút de nem várom, hogy Győzőben meg Zsoltival egy kocsiba ülni, mit tudom én, 800 kilométeren keresztül, ami nekünk egy nap lesz szerintem, azt annyira nem. Sőt, mi több, hátam közepére sem. Ketten nem vagyunk annyival, mint te egyedül. Hát én viszek magam valamit. Azt a macit, ha nem adod nekem. Én nem, hát azért viszem magam, hogy itt legyen így, de akkor. Jó, gyerünk. Magyarázom, szép utazóaknak nézek elébe. Minden. Édesé! Édesom! Még a képpaci kell nekem! Nagyon. Nekem a személy itt van. Megvan minden. Ebben a rendező minden gyerekek. Tényleg a pénzt hoztad? Milyen pénzt? Milyen pénzt, amit odaadtam neked? Milyen pénzt, gyerekek? Amit rá kellett volna utána. Rá kellett, hát mit mondtam, hogy odaadtam. Rá kellett utána? Ne szórakozzatok ma! Mondtam én, hogy odaadtam neki. Ne szórakozzatok ma! Hát akkor hol a pénz? Na, van a pénz, nem utaltad el? Hát ízit vettem rá a gyerekek! Hát de mondtam, hogy ezt ma hoztál! A gyerekek, én vettem benne egy birkát, vettem, meg vettem 40 más kukoricát. Hát de Zsolti, mondtam! Győzz, most ezt nem mondjam komolyan! Zsolti, de most nem viccelsz velünk! Azt a mindenit. De akkor a szállás mi bőle? Várja, ma, egyszer egy beszélj ma. Zsolti, adottam neked 600 ezer forintot. Azt mondtad, hogy amikor megyünk Verónába, aztán visszahozod. Viszed el, Győző. Vettem rá a tápot, kukoricát, meg vettem egy bárat. De most ugye, most szivatsz, ugye? Nem szivatlak. De Zsolti, ne idegesítsi ma, most megyünk ilyen beszélni. Hát én azt hiszem, hogy nálatok vannak ilyen izi lehúzók, vagy valami. De milyen lehúzó? Vagy arra kellett volna rá fizetném? Mondtam Zsolt, hogy a 600 ezer forintot vegyed vissza készpénzbe, vagy tedd fel kártyára nekem. Utald el, ezt mondtam. Hát a bankszámlaszámot van nálam. Hú, Győző, megmondom most a bankot. Most ugye szivatsz. Nem szivatlak is. Zsolti, ne csináld ezt, 800 kilométer van előttünk, ne csináld ezt, Zsolti, ugye nem csinálod ezt. De Győző, én nem tudtam, hogy nem hoztok magatokat, vagy valami ezeket a kartyagot, hogy lehúzzak, vagy valami. Teljes mértékben magamat hibáztatom, mert Beja is felkészült, Győző is ma nagyon rajta volt, úgyhogy én ezt nagyon is sajnálom, de nem kellett volna neki ordítani. Hol a 600 ezer forint? Hallod, birkát vett, hát most akkor... Addig melyik szót nem értitek, hogy hova tettem a pénzt? Mi bajotok van? Ennyi pénzzel jöttek el, milyen ízék vattok ti? Hát ez volt a processzer vagy?
Hát ez ennyibe kerül. Én odaadtam neked ma a mai napig, hogy add vissza a pénzt. Ne idegesítsél ma, producer vérem. Hát odaadtam neked 600 ezer forintot. Győző, ha befektettem. De Zsolti, ne idegesítsél, akkor nem indulok ilyen nagy útnak. Neki ne idegesítsél, már szétverem a kocsit. Akkor honnan? Akkor mit tettek volna a birka? De Zsolti, ezt mondtad, hogy visszaadod a pénzt. Ne idegesítsél már fel. Oroszul ne legyél, ma mit ordítasz? Na, mi az, hogy mit ordítálok? Basszus, beállj 800 km, azt nem hozz el a pénzt. Hát de akkor miből fizetgetünk? Hát akkor miből? Akkor most kimegyünk nyűgből? 4500 forintból megyünk ki Verónába, ne idegesítsél már fel! Adtam neked a pénzt, akkor most miért nem adod vissza? Megbeszéltük, hogy máma ne ord vissza! De sorti balja! Na, látod, de milyen embered van neked? Hát de igaza van! Mi neki van igaz, amíg ér, amol... Én vagyok a hódkóros! Mondtam, hogy add vissza a pénzünket! Szépen odaadtam, Zsolti, elmondtam neked értelmesen, hogy megyünk Verónába, az volt az utolsó. De van nálam 900 forint. Hát de 900 forint, mi a c***t csinálunk? Hát ki a kocsiból, itt most szépen megállunk, és szépen megállunk, és kiszállsz? Nem barátod. Velem te többet nem utazol, és nem vagyok a barátod, megértetted? Nem barom, testvérek vagyunk. Megértetted? Testvérek vagyunk. De hova indexel? Ide leállok szépen, Beacskam, ide szépen leállok. De hol ide? Ide valahova leállok, hát le lehet állni valahova, záróvonalban. Minden még eséljön ki nekünk, hogy leálljak. Ide szépen leállok, testvérem, ide leállok. Én nem szállok ki. Szépen én leállok ide, testvérem, kirakom az elakadás jelzőt, szépen kigombolod magadot, odadom a bőröndödöt, azt még magadnak haza, megértetted? Hogy belőlem bolondot nem űzöl? Nem hiszem el, hogy ma este nem leszek Olaszországban. Nem hiszem el, hogy ő miatta, nem hiszem el, hogy egy hetes szervezésem, e-mailezésem, skypozásom, mindenem tönkrement. Bea, szóljon ma neki, Bea! Hát de szóljatok ma neki, Bea! Hát én nem megyek sehova, győző! Nem megyek sehova! Én nem megyek sehova, győző! Nem megyek sehova! 900 forinttal megyek neked Verónába, te normális vagy, te mindig egy csalad az ember után, amit te jössz ki, mint ebből jó, szállj ki! Nem megyek! Mondom, szállj ki, mi akarod, hogy megverjelek, szállj ki! Nem megyek sehova! Hát tiszteljét csinálsz magadból! Mi bajod van neked is? Üljél oda! Magyarázol! 900 forinttal, míg izébe nem jutsz el Tariánba! Gyerünk ma haza, könyörgünk! Gyerünk haza, győző! Győző, ki ne rakjad! Ki ne rakjad a cuccomot! Ki ne rakjad, győző! Ki ne rakjad, győző! Hűvete meg odaját! Hűvaj, Győző! Nem érdekel! A Győzőre megmondom őszintén, nagyon haragszok, a csúcson fogom vágni őtet, ez nem szép munka volt, úgyhogy kap egy nagyon nagy sallért fog kapni tőlem. Ezt meg fogja emlegetni 4,5 évig. Szép munka volt, te! Itt van a üdítőn is, te! Hallom, Győző! Voltam ma, ugyanatok meg Tita! Itt van, ez igen, ez szép munka volt. Ez korrekt. Majd csak felvesz valaki. Zolikám, hol van Zoli? Na, azonnal indulja el, értem! Itt vagyok a 21-esen! Ez só es van, mert szét vagyok! Az okos bátyám kidobott! Gyere, induljál, Zoli! Ja, jó, de szerencsét beraktam nekem egy kicsit. Ja, ez jó van. Biztos, hogy így akarod, hogy az úton hagyni? Nincs. Hát akkor... Én nem látok, én nem hallok, én nem beszélek. Maradjunk annyiban. Nem az volt, hogy én kidobom, hanem az volt, hogy nem bírom magam mellett elviselni, mert könyörgöm, ez egy üzleti út lett volna.
Győző, ne idegeskedjél már meg, ne sírassam, meg az úgyis úgy van, gyerünk haza. Nagyon könyörgöm, hogy nagyon menjünk haza. Hogy honnan jöttem? Ez a hülye engem, ez a hülye Tedd be azért kopferomat! Hülye, hova? Ha mentünk volna külföldre, tedd be Zolika, amit hagyott ez a hülye, kidobott Hazamegyek, pofán vágom, Zoli! Pofán vágom! A franta pofáját neki! Nincs meg ez! Hova tudod? Na mit tudom én, Verónába mentünk volna, se voltak akadva a pénzé! Hát azért már csak úgy pofán vágom, hogy ne szakad a pofája neki. Kapott mindenki? Hát ebben járkoltam volna kint. Ezzel? Hát ez már van 12 éve, Zoli. Azért van az izével az én kezemben. Ki van, ha? Ja. Hogy itt hazaérkeztünk. Ma vissza is jöttünk. Eljutottunk Verebélyig, nem Verónába. Adj lassilag, hogy tudod egy nyugtatót. Mi történt? Semmi. Összeveszett a... Mi az, hogy összeveszett? Mi hazudozol? Mondd el az okát is. Nem vesztem volna vele össze. Mondd el az oka. A Zsolti bácsi nem volt hajlandó pénzt. 900 forinttal megyünk el Verónába. 900 forinttal. 900 forinttal? 900 forinttal. Ma a busz nem visz be téged, tárja a bacsfajé. Én betankoltam, maradt 3500-am, abból nem tudom. Tiszta bolondnak nézik az embert. Várjál most, mondd el, hogy mi volt. Hát kérlek szépen, keresték rajtam a pénzt, mert tény is aludottak nekem pénzt. Hogy fizessen be a számlára. Jó vétel volt, vettem egy bárányt belőle, vettem 40 marka kukoricát, meg vettem egy kis talpot. A birkáknak, tudod? Az kiborult, Győző, kiborult! Szó szerint kifordult az agyam. De mi? Hát egy pénzt... De most várjál, most bőrönd. Most ez hova mentetek volna? Verónába, Zolikám, Verónába. Hát azt mondom, minek? Ha mentünk volna ki a Rómeós, meg Júlia van az a terasz, oda kellett volna kimennünk, tudod? Meg a temetőbe kellett volna kimennem. Meg a pápától akartam, hogy elajra a sport ideje mamának, itt van a pápa, tudod? Aha. Na. Jaj, hogy rá? Aha. Elajítam volna nekem itt a pápa. Értem. Na. Ezt így mentünk volna, Zolikám. De kiborult az agya Győzőnek, te... Bár le akar csapni. Hát ez ma. Ja, kidobni a testvérit te. Ha milyen munka volt ez tőle, Zoli? Hazamegyek, ezt pofán vágom, Zoli, pofán vágom őket, te! Most kitett, azt ment is el? El úgy elhúzott, kidobta a bőröndömet, te. Tele van cuccommal, mindennel. Nem akut a gyerek volt, Zoli. Ez ma a szemtelenség. Ma nagyon. Most értem haza, mit nevettek te? Te is mit nevettek? Ne! Mi volt a bajod? Stoppolta a sógor! Stoppoltam, ha Zolika... Ki hozott haza? A Zolika nem tudott volna értem jönni, te mit gondolsz magadból te? Te senki haza gyerek te! Mondom, hogy mennyi érted vissza! Kidobta a kocsiból minden sínt érte! De amúgy nem itt laksz, hanem ide kellett volna érni! Miért ide jött? Miért nem mithez a család? De haza! Nem mit gondoltál magadból te? Mondd ma, hogy te... De semmi gyerek vagy. Semmi, én vagyok, meg én jövök ki ebből rosszul, ezt a salátát fogom így, azt a fejedre rúgtam. Most helyen megenni, hello, éhen vagyok, nehogy áldom. Kidobott a pad a kocsiból, kidobott a pad. Anyald meg, anyald meg. Aj. Van ok és okozat. Menjél most ki a fejedet, te tiszta büdös a szád, te. Okozat. Hát tiszta büdös a szád. Hát én nem bántam, ami a szívemben volt, az a számom volt. Én megmondtam a feleségének, megmondtam Győzinek is. Kicsit kétségbe volt este, most nem emelgette úgy a kezit. Nekem is furcsa volt, azt hittem, hogy letekernek egy nagy sallert. De én voltam a hülye, mert akkor, amikor ott volt a konyhában, be kellett volna neki nyomni egy állast, hogy beesett volna a hűtőhöz.
Megtudta volna, mi az a mi atyánk? 2014-ben látni nem kívánunk. Szervusz, Gáspár Zsolt, Hungari. Mindjárt betöröm a feldőt. Gáspár Zsolt, Hungari. Megyek is el. Menjél magadnak, Gáspár Zsolt, Hungari. Le is zárom az ajtót. Te átámadtatok, egy forró te átámadtatok, az ajtót átámadtatok. Gyere, téged a feleséged otthon, marva a szomag feleséged. Csak menj innen, menj innen. Menj innen, menj innen, menj innen. Most a 100 000 forintot, jó? Na, viszont eltásra, jó is. Átudom, eladtam a kukoricát! Mit csinálj a kukoricát? Felszedem a kukoricát, azt eladom! Mi te vagy felhamarodva, te? Kidobta a kocsimót, te piszok! Megmondtam, hogy legsorollak, megmondtam Zolikának is! Te piszok, senki házi! Feleségednek meg a hangját se akarom hallani! Mi meg 2014-ben kívánunk ezt! Csukja az ajtót, úgy! Szétfeled az ajtót! Ezt az ajtót már tetette tönkre tavaly is! Nem érzi a súlyát annak, hogy ez mi volt. Nem érzi azt a súlyt, hogy amit én tényleg több mint egy hete beleszerveztem, kitaláltam, lerajzoltam, navigációba kitaláltuk, megyünk gyerekeket el. Nem érzi. Nem lehet őt kirakni. Verd ki az ablakot, jó teszed! Verd ki az ablakot! Verd ki, te tiszta bolond! Úristen, hát ez tiszta hülye! Ki mondta, ki a hülye? Menjél már magadnak az a feleséget! De ne hozd ki veled az ablakot! Vágyom meg! Menj már haza! Ha menj már haza! Mit kiabáltok? Ha menj már haza! Tiszta bolond! Tiszta bolond! Tényleg nem kiabáltam volna veled, a gyereke! Hát ez fizikai képtelenség, hogy 900 forintból kimenjél Verónába! Akkor mennyi egy kilométert megcsinálunk? Most miért megcsinálunk? 20 fillérben megcsinálunk! Akkor most már abfolyad magadot, elég! Vegyél be nyugatot, azt tényleg akar befejezni! Én felmegyek aludni, de aki hosszan szó szájba verem! Jó éjszaka! Az nem én leszek, aki hozzá! Jó éjszaka! Elbuszom! Hát az agyamot eldobom! Hát te egy mind hülye! Úr is.